A Pécelyek 2015-ös tervei között kiemelt helyet tölt be az utak felújítása, hiszen főleg télen elég sok út járhatatlanná válik. Következő riportunkban a helyi polgármester a vízelvezetést, az infrastruktúra fejlesztést, az energiaracionalizálást, a pályázati részvételt és a lakosság összefogását is fontosnak nevezte. A lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk továbbvinni ezt az emelt szintű útfelújítást, hisz még jelentős mértékben vannak olyan útjaink, amelyek járhatatlanok, főleg télvíz idején, és még problémát jelent, hogyha mondjuk egy nagyobb hó esne, hát oda egy földútra nem megy be a hókotoró sem, csak 10 centi hó fölött, ott pedig az autók már bőven csúszkálnak, tehát ezen változtatni kell. Felvettük a kapcsolatot a múlt év elején már a Pest megyei területfejlesztési KHT-val. Ugye a 2014-20 közötti Európa Uniós pályázati időszakban Pest megye jelentős pénzösszegekből fog gazdálkodni. Itt nekünk leadtunk 6 olyan fejlesztési tervet, amely a város érdekeit szolgálja. Ezek között van vízelvezetés, valamilyen szintű megoldása. Nagyon nagy probléma, hogy az Unió szerint Magyarország infrastruktúrája rendkívül fejlett. Biztosan vannak olyan települések, Pécel nem olyan, és én változatlanul állítom, hogy valami megoldást kellene találni arra, hogy ne legyünk kizárva minden pályázatból. Tehát az, hogy a fővárosi GDP olyan arányú, mint amilyen, ez rettenetesen rányomja a bélyegét az agglomerációs települések infrastruktúrájára, vagy egyáltalán lehetőségeire. Hisz valahány pályázat megjelenik, szinte kivétel nélkül akár energiaracionalizálásról van szó, akár infrastruktúra fejlesztésről, mindig benne van, hogy kivéve a közép-magyarországi régiót. Ugye volt itt olyan kezdeményezés, amely azt volt hivatott teljesíteni, hogy az agglomeráció váljon le a fővárosról, de ezek egytől egyig mindeddig kudarcba fulladtak, pedig tényleg ez lenne a megoldás. Mint ahogy már említettem, nagyon nagy örömmel tapasztaljuk azt, hogy a városban milyen összefogás kezd kialakulni egy-egy felvetett ötlet alapján. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez az elkövetkezendő időkben nem gyengül, hanem erősödni fog. Nagyon köszönöm minden pécei lakónak az eddigi hozzáállását, és mindenkit bíztatok azzal, hogy keressen az ötleteivel, mert nem feltétlenül mi vagyunk a legokosabbak. Nagyon sok, nagyon jó képességű ember él itt, és szeretnénk élni a lehetőséggel, és nagyon-nagyon köszönöm a városlakóknak azt a támogatást, amiben eddig részesítettek bennünket. William Televízió.